Köszöntöm nézőinket, folytatjuk a járási osztályok bemutatását. Az építésügyi osztályon Monori Sándor osztályvezetővel beszélgetünk. Itt ön számára ez azért is új dolog, hiszen korábban a Madarasi út 27 alatt volt ez az osztály, tehát most tényleg a járási hivatal többi dolgozójával egy épületben dolgozik. Hányan végzik ezt a tevékenységet? 5 fővel végezzük az építés felügyeleti feladatukat. És mi minden tartozik önökhöz, hiszen itt azért látunk sok tervrajzot ön mögött is, de mi mindennel keresik meg önöket, a vállalkozók és a lakosok? Hát elsősorban a kivitelezések ellenőrzését, illetve a meglévő épületek állapotának vizsgálatát végezzük, de minket kell keresni, hogyha valaki szabálytalan kivitelezést tapasztal, bontani szeretné az épületét, illetve július 1-től a családok otthonteremtési támogatásához szükséges hatósági bizonyítvány iránti kérelemmel is. Ön mióta dolgozik egyébként a járásnál? A járás megalakulását követően, tehát 13. január 1-től. Tehát akkor azért már van rálátása ezekre a feladatokra. Melyek azok a témakörök vagy csoportok, amivel legtöbbet kell mondjuk határozatot hozni, vagy, és utána térjünk már ki egy picit arra, hogy a magánszemélyeknek mi mindennel kell önökhöz jönni. Hát elsősorban kötelezési eljárásokból van sok, tehát a meglévő épületek állapota miatt kell rengeteg jókarbantartás, illetve bontási kötelezést előírnunk. Itt találkoztunk már egyszer Komondorosan és más településen is, ahol arra kötelezték az üresen álló házak tulajdonosait vagy örököseit, hogy ezt le kell bontani, vagy pedig valamilyen módon meg kell javítani. Ki jelezheti ezt önök felé? Tehát az önkormányzatok jelezhetik felénk, de akár a lakosok és a szomszédok előfordul, hogy ők szoktak bejelenteni ilyen rossz épületeket. Itt, hogyha valaki nem teljesíti, akkor esetleg bírságra is számolhat? Természetesen, hogyha a határidőn belül nem hagyja végre ezt a kötelezettségét, akkor sajnos bírságra is kell számolnia. Picit még maradjunk a lakosságnál, aki mondjuk nem építkezni akar, hanem csak felújítani akar. Azt tudom, hogy már kerítést nem kell engedélyeztetni, de mi az, amit esetleg megvalósított az udvarában úgy átalakítással, hogy nem kell engedélyt kérni, mert nem önökhöz tartozik? Hát olyan épületek, ami lakóépület, az mindenféleképpen bármiféle átalakítást akar rajta végrehajtani, bővíteni akar, az minden engedélyhez kötött tevékenység. Hogyha egy kisebb emberi tartózkodás céljára nem szolgáló építményt akar építeni, ami a 3 méter gerincmagasságot és az 50 légkörmétert nem haladja meg, azt engedély nélkül megépítheti, de csak azon a helyen, ami a helyépítési szabályzatba megengedett. Tehát esetleg akkor ez lehet egy garázs, vagy egy fészer, vagy egy ilyen kis alsó épületszerű valami, ami tárolóként használhat. Igen, tároló épület, vagy garázs. Akkor beszéljünk egy picit a nagyobb beruházásokról. A járás települései akkor ide tartoznak, és itt kell engedélyeztetni minden nagyobb beruházást. Igen, hát ha önkormányzat érintett a beruházásba, tehát vagy az ő telkén, vagy ő a kérelmező, illetve hogyha nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű a beruházás, akkor mi engedélyezzük ezeket. Akkor egy picit beszéljünk konkrétabban, tehát mondjuk az ipari park az egy ilyen nagyobb dolog, vagy valami mondjuk egy 300 négyzetméternél nagyobb áruház, ezek gondolom azok, amelyekhez külön engedély kell. Hát az ipari park az például nem tartozik hozzánk, mert az abban nem érintett az önkormányzat, tudomásom szerint. Hát most, ami nagyobb beruházás, az a Tiszató környékén épülő kerékpárút és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületek, valamint az M4-es autópálya úttal kapcsolatos pihenőhelyek kialakítása. Körülbelül mennyi ugye az, amivel egy évben foglalkozniuk kell, tehát ebben azért minden beleszámít? Hát az új főszámok olyan ezres nagyságrendűek. És a közműberuházásoknál önökhöz kell jönni engedélyt kérni, hogyha mondjuk valaki csatorna rákötést szeretne, vagy mondjuk valamit a telkén komfortosítani? Nem, ez még az önkormányzathoz tartozik. Hát akkor ugyanúgy megmaradtak azok a feladatok, amelyek az önkormányzati. Itt egyébként akkor a Tiszafüred is önökhöz tartozik, hiszen azért akkor a járásnál nagyobb a hatósági feladat. Igen, 3 járás tartozik hozzánk, a Karcagi, Kunhegyes és a Tiszafüredi. Karcagon akkor itt van az iroda, esetleg máshol van-e valami ügyintéző, vagy fogadónap, amikor tudják önöket keresni? Nincs kirendeltségünk, csak itt Karcagon.
És milyen napokon lehet jönni ügyet intézni? Hétfőn, szerdán, csütörtök délután, illetve pénteken délig. Tehát akkor ugyanúgy, mint a többi osztálynál. A munkatársai azok állandóak, tehát mennyire jó az osztály összetétele, hogy aki itt dolgozik, az régóta dolgozik, vagy azért vannak újabbak, fiatalabbak is? Hát a járás megalakulása óta eléggé sok volt a változás a személyek összetételébe. Talán most úgy néz ki, hogy kezd beállni ez a mostani létszám. Egyébként önnek a hivatali munkáján belül melyik a legszebb, vagy olyan feladat, ami a legközelebb áll önhöz? Hát talán a kivitelezések ellenőrzése, illetve az engedélyezési eljárások. Itt most mögöttünk is vannak tervrajzok, tehát gondolom, hogy azt azért szakszemmel rögtön megállapítja, hogy most lehet-e vagy nem lehet valamit engedélyezni, de mik azok a szempontok, amit be kell tartani? Tehát vannak gondolom a helyi városra vonatkozó építési szabályzatok, de ezen kívül mi az, amit még be kell tartani? Hát a helyi építési szabályzatnak az előírásait, az általános építési követelményeket, illetve hát az épületnek illeszkednie kell a környezetébe. Tehát akkor ez minden településnek, ha jól értem, az általános rendezési terve is annak a függvénye is, hogy most valamilyen épületet oda lehet-e. Igen, tehát ez településenként eltérő. Mi volt az a legnagyobb beruházás, amiben már ön, mint engedélyező részt vett az elmúlt másfél-két évben? Hát talán a vasútnak a fejlesztése és az ezzel kapcsolatos épületek létesítése, illetve egyéb ilyen turisztikai célú beruházások. Gondolom, hogy azért olyan is van, akit el kell utasítani, tehát olyan extrém tervvel érkezik, amit nem lehet megvalósítani. Itt ezt mennyire fogadják el azok, akik szeretnék megépíteni mondjuk bármilyen jellegű épületet, vagy olyan szabadidő parkot, központot, amit éppen az elmondottak alapján nem lehet? Igen, van egy olyan eset, amikor egyszerűen nem illik az előírásokhoz az épület, amit szeretnének megépíteni. Hát mi kompromisszumkészek vagyunk, tehát megpróbálunk mindent elkövetni, hogy ez létrejöhessen, ez a beruházás. Hát jelen esetben még ez nem jött össze sajnos. Hát én azt kívánom, hogy sok olyan szép épületet engedélyezzenek, ami a városok és a környező településeknek is illik a környezetébe. Köszönöm szépen!